Isten igéje életre kelt, megelevenít, felépít. Tanulmányozz velünk a Bibliát, és növekedj a kegyelemben. Heti Manna Halleluja Istenek népe! Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket ezen a csodálatos szombati napon. Remélem, hogy tudtok pihenni, de én már nagyon várom a holnap 10 órát, mikor találkozunk Istenek a kegyelméből. Személyesen vagy online Személyesen Miskolcon, a Nagyváti János utca 6 szám alatt az Isten tiszteletünkön, a forrásházban, vagy online a Facebook oldalunkon, illetve a Youtube csatornánkon is követhettek minket. Fantasztikus alkalmunk lesz. Ez itt a heti manna, ahol az Új Szövetséget közösen olvassuk. Éppen a Máté Evangéliumánál járunk, elolvastuk a Máté Evangélium a első tíz fejezetét, most erről fogunk beszélgetni, de előtt egy imával ítjuk meg az alkalmat. Drága mennyi atyám, köszönjük a te szerelmedet, a te kijelentéseidet. Köszönjük, hogy a te fiad te, 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 az ige testélet is lakozott mi közöttünk. És láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes kegyelemmel és igazsággal. És köszönöm azt neked, atyám, hogy mi is teljesek vagyunk kegyelemmel és igazsággal, mert adtad ezt belénk. Azt mondja az úr, az én természetemet, az én gondolkozásomat adtam beléd, ezért ne vágyakozz a régi után is. Én nem úgy látlak téged, ahogy az emberek látnak én nem úgy látlak téged, ahogy a régiek látnak téged. Én más módon látlak téged. Látlak téged, mint az én fiamat, mint az én gyermekemet. Látlak téged, mint az én szerelmesemet. És az én szemeimmel tanácsolnak téged. Nem vagy elhagyott, nem vagy egy senki, hanem az én gyermekem vagy. Jézus nevében. Köszönjük ezt neked, Atyám. Amen. Halleluja. Akkor kezdjünk bele a Máté a Máté evangéliumába. Ugye az első tíz részt olvastuk el, és amint megbeszéltük, a Máté evangéliuma a Károli fordításban az új szövetség legelején kezdődik, az első oldaltól. A, az egyszerű fordításban pedig a 823. oldaltól. Kezdjünk is bele! Ugye a Máté első három és fél fejezetet, tehát a Máté 4-nek a közepéig, Jézus Krisztus származásával és felkészülésével foglalkozik. Azt mondja a Máté 1.21. Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Látszik itt is, hogy Jézus Krisztusról a zsidó vonatkozásban beszél az ő népéről, nem pedig mint a, világok, mint a világ üdvözítőjéről, hanem mint a zsidók megváltásáról aki megszabadítja a bűneiből. Ugye a megszabadít szó, az a szodzó, szodzó jelentése. Megtart, életben tart. Megment, megszabadít, kiszabadít. Üdvözít, meggyógyít. Megőriz, biztonságban helyez, biztonságban tart. Betart, ígéretet. Tehát ezt jelenti a szodzó, üdvözít, meggyógyít, megőriz üdvözítő, megtartó, megszabadító, megmentő, kimentő, kiszabadító, megőrző, biztonságban helyező, biztonságban tartó. Ez Jézus Krisztus. A másik fontos dolog a messiás szót is szeretném, hogy a tisztáznánk, ugyanis Jézus Krisztus a messiás. Mit jelent az, hogy messiás? A messiás a héber massia szóból jön. Görögül ez a Krisztus. Tehát a messiás és a Krisztus ugyanaz. A Krisztus, az görögül Hristos, a, a messiás héberül Masia. Ez héberül Masia, mondjatok, héber Masia, Hristos. Masia, Hristos. Ez ugyanazt jelenti. Azt jelenti egyébként, a Hristos a görög szó, abból a szóból jön, hogy Hria, ami kenetet, felkenetést jelent. Tehát a Hristos jelentése, felkent. Nagyon fontos, hogy amikor azt mondjuk, hogy Krisztus, akkor nem azt mondjuk, hogy a megváltó. A Krisztus nem azt jelenti, hogy megváltó. A Krisztus azt jelenti, hogy felkent. Azt mondjuk, hogy a görögül mondják, hogy Iszus Krisztus szotér. Jézus Krisztus megváltó. Jézus, aki fel van kenve, aki a felkent, akit Isten helyezett pozícióba, ő megváltott minket. Tehát a Krisztus annyit jelent, hogy pozícióba helyezte őt Isten, fel van kenve. És a papokat, a profétákat, királyokat, ezeket az Ószövetségben olajjal kenték fel. Tehát Krisztus egyébként azt is jelenti, hogy mind a király, fel van kenve. Egy pozícióra papi, profétai és királyi pozícióra. Tehát a felkent kifejezés a Krisztus kifejezés hivatali címet jelentett, a messiás Krisztus kifejezés. Ugye ezért mondja János 20.31, hogy ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, a messiás, a felkent, az Istenek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Jó, a látni fogjátok, menjünk a Máté 3.2-be. Ez itt még nem Jézus Krisztus, hanem keresztelő János prédikációja. Ezt mondta, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. A mennyek országa a mennyek királysága. Ez az, ahol a hívők működnek, és Isten akarata a mennyek királyságán keresztül valósul meg a Földön. Nyolcas verstől a mennyek királysága és az Isten királysága nem teljesen ugyanaz, de most mégis szinonimaként használjuk, hogy ne keverjük. A mennyek királyságáról Máté beszél, Isten királyságáról Márk és Lukács. Menjünk a nyolcas vershez, Máté 3.8. Menjünk vissza még a kettőhöz egy picit. Tehát miről beszél itt, miről beszél itt az ige? Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Tehát miről szól ez a mennyek ország, a mennyek királysága? A megtérésről. Ez majd fontos. Még nem a bűnbocsámatról beszél a megtérésről. Nyolcas vers. Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket, mondja a farizeusoknak János. És ne gondoljátok, hogy így szólhatok magatokhoz, magatokban Ábrahám a mi atyánk, azaz, nem kell semmit csinálnunk, Ábrahám a mi atyánk, mi vagyunk az Isten népe. Mert mondom nektek, hogy Isten eme kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. Tehát nem vagytok védve pusztán a származásotok miatt, hanem Isten módon kell jelentek. Tízes vers. A fejsze pedig én már a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vetetik. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jön erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltő, ő szent szellemmel és tűzzel keresztel majd titeket. Akinek szórólapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérüjét. És az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Itt Jézus Krisztusról beszél. Tehát nagyon fontos, amit itt keresztelő János mond, ugyanis megértheted a királyság evangéliumának a témáját. A Máté 24-ben azt mondja Jézus Krisztus, hogy Isten országának ez az evangéliuma hirdetetik majd az egész világon, és akkor jöjj el a vég. Ez azért fontos, mert amikor evangéliumot hirdetünk, akkor többféle evangéliumot hirdethetünk. Vannak, akik a bűnbocsánat evangéliumát hirdetik. Azaz, Jézus Krisztus minden bűnödet megbocsátotta, és ha te ezt elfogadod, akkor örök életed van. Ő mindig a segítségedre fog sietni, és ha elbúgsz, noha elbúgsz, de mindig megbocsát. Ez igaz, de nem teljesen igaz. Ugyanis nem azért mész a mennybe, mert elfogadtad a bűnbocsánatot. Azért mész a mennybe, tehát Mit mondott keresztelő János? Utána mit mond uh, Máté 4.17, nézd meg. Ugyanazt mondja. Szó szerint ugyanazt mondja mint keresztelő János mondott. Ettől fogva kezdett Jézus prédikálni, és ezt mondani, térjetek meg, mert elközelgett a mennyeknek országa. Uh, tehát nagyon fontos, hogy Krisztus, és keresztelő János, és nem arra használja, nem arra helyezi hangsúlyt, hogy ó, semmi baj, és gyertetti, megtöröttek, Isten megbocsát nektek, el van bűnötök, hanem mit mond? Térjetek meg. Gondoljátok el, volt ott prosti, bűnöző, Szerencsétlen volt ott, aki azért lopott, hogy tudjon mit tenni, hogy ne halljon ilyet. Volt olyan, akinek megölték valakit. Volt olyan, akinek éhen halt valakie. Volt olyan, aki szenvedett, leprás, beteg volt. És mivel kezdi Jézus? Vagy mivel kezdi János is, meg Jézus is? Térjetek meg! Megtérni, ez a görög szó metanoia, a gondolkozásmód megváltoztatása. Térjetek meg, azaz változtassatok meg a gondolkozásotokat, hogy eddig a magatok feje után mentetek, de most Istent követitek, és Jézus Krisztust. Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek királysága. Mert itt van a mennyek királysága, olyan közel van, hogy meg tudod ragadni, ezt jelenti az eredetiben, olyan közel van Isten királysága, hogy meg tudod ragadni, ezért térj meg és most már ne a világ felé menjen, nem Isten után. Ez az üzenet ma is érvényes, és nekünk is ezt kell prédikálni. A királyság evangéliumát. Ugyanis a királyság evangéliuma így szól, térjetek meg, mert itt van a mennyek királysága. Eljött Isten királysága, aki akar részt vehet benne, ezért térjen meg. Hagyd el a régi életedet, és rendeld alá magad Istennek. És egyébként ekkor üdvösséged van. De van, aki a bűnbocsánat evangéliumát prédikálja, hogy ó, igazán, vagy a gyógyulás evangéliumát, hogy ehm, igen, Isten nagyon szeret téged, és meg akar gyógyítani. De hogyha az a drága testvér bűnökben van, akkor a gyógyulását nem fogja tudni megtartani. Ha az a drága testvér maga körül forog, ő lehet, hogy elfogadja az evangéliumot, mert meg akar gyógyulni. És még lehet, hogy meg is gyógyítja őt Isten, mert hitre jut az a testvér. De mikor, 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 utána, utána az lesz a problémája ennek a testvérnek, hogy maga körül forog. Nem az érdekli hogy Isten akaratát csinálja, hanem a maga akaratát akarja csinálni, és mindig meginvitálja Isten. Gyere Istenem, segíts nekem, hogy csináljam a magam bizniszét. És folyamatosan kudarcos lesz, mert Isten nem egy, nem egy taxi vagy egy futár szolgált, hogy megrendeled őt. Meg kell fordítanod, meg kell térned. Azaz, már nem te hívod Istent, hanem te állsz Isten rendelkezésére minden szituációban. Ez jelenti a megtérés. És ekkor a bűnbocsánatod, a gyógyulásod, meg a többi minden tartós marad. De aki csak a bűnbocsánatot ragadja meg, és amikor bűnözik, mindig rohan Istenhez, hogy bocsásson meg. Aki csak a gyógyulást ragadja meg, és rohan Istenhez, hogy meggyógyuljon, de nem követi Istent, az problémákba fog ütközni. Rossz keresztényeket lehet úgy produkálni, helytelen megtérőket, ha csak a jó dolgot mondod el, és nem mondod el, hogy meg kell térniük. Mert akkor nem térnek meg, csak a jó hírek miatt befogadják az üzenetet. És mindig jönnek hozzá, hogy segíts rajtuk. Imádkozz értük, mert szegények. Imádkozz, már betegek. De azért, mert nem követik Istent, az életük tiszta káosz, a sátán szolgálják, bűnben élnek, és akkor mindig Istenhez fordulnak. De nem oldódik meg soha problémájuk tartósan. Ez itt fontos, hogy a mennyek királyságának evangéliumát prédikált. Erről beszélt itt uh, János. Teremjetek át a megtérés az illó gyümölcsöket. Azt mondta Jézus Krisztusról a 12-es vers, akinek szórólapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti oltatott tűzzel. 312. Máté 3.12. Akinek szórólapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérülét. Van egy lapát az Úr Jézus kezében, és megtisztítja a szérüjét, ahova a gabonát gyűjtötte. A gabonát csűrbe takarítja, a polyvát megégeti. Biztos helyre helyez minket, akik megtértünk, akik pedig nem, azt megéget. Az megy megégetésre. Kemény üzenet? evangéliumnak a része? Igen. Sőt, ez az evangélium alapja. Utána látjuk Jézus Krisztus keresztségét. Majd jön a megkísértés a negyedik részben. És, és megtörténik a kiképzés. Tehát mi a sorrendje, de Jézus életében is látod, aztán a Máté 4:17-ben megkezdesz szolgálatot. Az első, hogy megtérsz. Jézus közösnek nem kellett megtérnie, mert ő nem a maga életét élte, hanem ő eleve Istenért élt. De ő is megkeresztelkedett, ahogy neked is meg kell. És a kísértéseken és a kiképzésen át kell menned. Nem csak az ördög van ott, hanem Isten is. Ugyanis a Máté 4 elején láthatjuk, hogy Isten, meg, vagy ahogy Jézus megkísérte az ördög. De mit mond 11-es vers, Máté 4.11? Ekkor elhagyta őt az ördög. És ime angyalok jöttek hozzá és szolgáltak neki. Tehát ott voltak angyalok is Jézus Krisztussal együtt. Nem csak az ördög van ott a kísértésétben, hanem angyalok is. Hogy kiáld a kísértést. A kísértések a kiképzésed része. És a kísértés és a kiképzések után jön a szolgálat, amit olvashatsz a 17-es versben. Ettől fogva kezdett Jézus prédikálni és ezt mondani. Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. 23. vers. Bejárta Jézus az egész Galileát, tanítva azoknak zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangéliumát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és erő, minden erőtlenséget. Tehát mit csinált Jézus? tanított a zsinagógákban, hirdette Isten királyságának evangéliumát, gyógyította nép között minden betegséget és erőtlenséget. Ez az ige hirdetés szolgálata. Tanítani, prédikálni, gyógyítani. Ezt csinálja Tamás Pászor is. Tanít, prédikál, gyógyít. Ezt kell nekünk is csinálni. És elterjedt az ő híre egész Szíriában. És hozzávitték mindazokat, akik rosszul voltak, a különféle betegségekben és kínokban sínlődőket, ördöngösöket, ami azt mondja, démonizált, és gutaütötteket, és meggyógyította őket és nagy sokaság követte őt Galileából, és a Tízvárosból, és Jeruzsálemből, és Judából, és a Jordánon túlról. Jó, menjünk az ötödik részre, és kezdjünk bele a hegyi veszédbe. Majd meglátjuk, meddig jutunk. Jó? Hát azért jó lesz, ezt meg be tudjuk fejezni most. A hegyi beszéd a királyság alkotmánya. És az, hogy királyság alkotmánya, mond, muszáj ezt tisztáznunk, hogy ez mit jelent. Isten királyságának van alkotmánya, ami a hegyi beszéd, és az, hogy van alkotmánya, azt jelenti, hogy alkotmányos királyság. Most mi a különbség az alkotmányos királyság és a nem alkotmányos királyság, mondjuk egy abszolút királyság között? Az abszolút királyságban a király szava a törvény. Tehát, ha te mondjuk odamész a királyhoz, mondjuk egy, egy régebbi korban életemben, amikor királyság volt, és oda mentek királyhoz, és mondta neki, hogy elnézést király úr, kérem ne ölje meg a gyerekemet. Akkor ha azt mondta a király, azt mondta, ne ölje meg a gyerekemet, mert ez nem törvényes. Azt mondja, de az én szavam a törvény, ezért kiadom törvénybe, hogy öljenek meg minden gyereket. És akkor onnantól kezdve az a törvény. Ugyanígy nézd meg a Mátéban mi van, a Máté 2-ben, Máté 2.16. Ekkor Heródes látván, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szer fölött felháborodott, Heródes a Judea vezetője volt. És kiküldvén megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden gyermeket, két esztendőstől és azon alól, az idő szerint, amelyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektől. Tehát Heródesnek hatalma volt arra, hogy bárkit megöljön, és ez nem volt törvénytelen, isteni szempontból törvénytelen volt gyermekeket ölni, de világi szempontból, római birodalomban nem volt az. Mert egy vezetőnek a szava törvény. Ez az abszolút királyság. De az alkotmányos királyság más. Az alkotmányos királyságban a, van, a királynak van a legtöbb hatalma, de még a király is betartja az alkotmányt. Ha a király alkotmány ellenesen cselekszik, mondhatja azt az állampolgár, hogy nem. Mondhatja azt a katona, hogy nem mert alkotmány ellenes, amit mondanak. Az alkotmánynak ilyen ereje van. És ilyen módon a Jézus Krisztusnak a beszéde nem áll ő fölötte, mert a beszédei fölött áll Jézus Krisztus, de ő maga úgy döntött, hogy tartja magát az alkotmányhoz, tartja magát a törvényeihez. Vagyis Jézus Krisztus nem fog váratlan, és az atya, nem fog váratlan húzásokat csinálni azért, hogy valakivel jót csináljon, vagy rosszat. Nem fogja a saját törvényeit megváltoztatni hanem ragaszkodik a saját maga által lefektetett alapelvekhez, mert becsületes. Ezt várja tőlünk is, ezért ő ilyen példát mutat. És akkor itt jön, az ő alapelvei, a, Mát, a Máté 5-6-7. Ez a három fejezet. Jó. Hát itt, uh, itt rengeteg mindenről lehet beszélni. Beszéljünk a hármas felső, Máté 5.3. 3 Boldogok a szellemi szegények, mert övék a menyeknek országa. Mit jelent az, hogy szellemi szegények? Itt sokan ezt lelki szegénynek fordítják, és úgy értik a lelki szegényt, hogy hát lalás. De nem ezt ért. Én legalábbis így hallottam, még a saját rokonságomban is ezt mondták. A lelki szegény volt az, aki nagyon kész káó volt, és, 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 és teljesen bugyuta volt. és ezért boldog volt, mert bugyuta volt. Nem terhelték őt magasztos gondolatok, mert nehéz dolgok. Örült annak, ami van. És, és erre mondja, erre mondja, hogy boldogok a szellemi szegények. Itt nem lelki szó van, a szellemi. Boldogok a szellemileg szegények, mert ővék a mennyeknek országa. Mit jelent ez? A szellemi szegények azok, akik szellemileg függnek Istentől, mert folyamatosan éhesek szellemileg. Erre mondja azt Jézus Krisztus, hogy övék a országa akik úgy gondolják, hogy ők szellemileg gazdagok, nincs szükségük már Istentől semmire, mert az életük így is jó, ők nem fogják megkapni a mennyek királyságát. De mi, akik éhezünk Isten királyságára, megkapjuk. Ugyanaz, mint a hatos vers. Boldogok, akik éhezik és szomjú hozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Nézzük meg a 13-as festő. Ti vagytok a földnek savai. Ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Gyertyát, az eredetiben mécsest sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fénylék mindazoknak, akik a házban vannak. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy uh, mi vagyunk a földnek sója. Nem jó, hogyha meg a só elveszi az ízét, nem? Te vagy a föld sója, te vagy az, aki meg ízesíted a földet, te vagy az, aki, aki speciálisá teszed a, a föld lakosait az evangéliummal. De ha te elveszted az evangéliumot, ha te, te átlagossá válsz, te elveszted a, azt, azt a különlegességet, ami benned van, mert a világ ellaposít téged, akkor mi van? Akkor, akkor, akkor mit csinálsz? Akkor nagy baj van. Ha egy keresztjén elveszti a tüzet az úr iránt, ha, ha, el, ha teljesen elhagyja a keresztény életét, csak azt mondja, hogy keresztény, de már ez semmiben nem mutatkozik meg, akkor, akkor semmire nem jó akkor kidobja. Azt mondja, nem jó másra az ilyen só, csak arra, hogy kidobják és eltapossák. De azt mondja a 14-es vers, ti vagytok a világ világossága, nem rejthethetik el a hegyen épített város. 15-ös, gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fénylik mindazoknak, akik a házban vannak. Itt a sorrend fordítva van, tehát a először gyertya vagy, mécses vagy, mécses sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fénylik mindazoknak, akik a házban vannak. Tehát amikor te hirdeted az evangéliumot, kezdetben egy mécses vagy. Látszódsz a házban, és a háznak világítasz. Egy kis közösségnek, a családodnak, és így tovább. De ha téged letakarnak, akkor már nem világítasz. Egy mécsest még le lehet takarni. Egy, aki a hitében a viszonylag az elején jár, és az evangélista szolgálatában, azt le lehet takarni, azaz lehet, hogy találkozik olyan nagyszámú jó emberrel, vagy olyan, olyan helyzetbe kerül, hogy nem tud szolgálni az evangéliumot, Elnyomják, kigunyolják, és nem tud megnyilvánulni. Nem tud megnyilvánulni, vagy olyan szituációba kerül, ahol nem a szeretet jön elő belőle, hanem a test. De azt mondja a 14-es vers, nem rejthetik el a hegyen épített város. Tehát amikor te mécsesből már olyan, mi, az, hogy hegyen épített város? A hegyen épített város éjszaka is világít. Távolról látják a koromsötét éjszakában a világító várost. Tehát, euh, tehát Ha te már túlnősz, és már nem Mécses vagy, hanem hegyen épített város, akkor téged már nem lehet letakarni. Nem lehet az, hogy egy nagyszávú ember téged megállít. Nem lehet az, hogy egy, egy valaki okoskodó az igével okoskodik, és megállít téged. Hanem te már bárhova mész, és bármit csinálsz, megnyilvánulsz, mint Istennek a fia. Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Hogy te így vagy összerakva, és így vagy elkészítve. Jó, menjünk uh, tovább. Ugye itt beszél a törvényről, a 17-es verstől. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a profétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy inkább betöltsem. Mert bizony mondom nektek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocská nem múlik, amíg mindenben nem teljesedik. Tehát tisztázzuk itt a, a fogalmakat. Az, hogy azt mondja a 17-es vers, ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a profétáknak eltörlésére. A törvény és a proféták, ez egy tipikus kifejezés. Azt mondja a Biblia, a törvény és a proféták keresztelő Jánosig voltak. Ezt mondja egy másik helyen az iga. Igen a törvény és a proféták egyszerűen az szövetségi írásokat jelentik. Mert volt a törvény, amit Mózes leírt, és voltak a profétai könyvek, az összes többi könyv. Oda sorolták a, nem csak a profét, XXX proféta könyvét, hanem a, 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 királyok könyvét, a krónika könyvét, a, a zsoltárok könyvét, jobb könyvét, meg az összes többi bírák könyvét, ezeket mind, mind a profétai könyvek közé sorolták. Azért mondja, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a profiteknek eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem ezeket a könyveket, nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem, azaz teljesé tegyem. Azaz az ígéretek, amik ott vannak, teljesé legyenek általa. Mert bizony mondom nektek, és itt valóban azt mondja, mert bizony mondom nektek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a jóta az a vesző, szóval egyetlen vesző vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden bennem teljesedik. Valaki azért csak egyet és megront a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket a mennyeknek országában a legkisebb részen. Valaki pedig cseleksz és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen. Uh, mire utal itt. Arra utal, ha te az Isten beszédét megtöröd, akkor, uh, akkor uh, a mennyeknek országában a legkisebb leszel a lehet üdvösséget, és vannak szituációk, amikor egyes emberek nem teljesen engedelmesek az igének, de mégis üdvözülnek, mert hitük van, viszont az lesz nagy a országában, aki, aki, Isten beszéde szerint jár. De emiatt ne tegyetek magatokra törvényt, ez nem azt jelenti, hogy nem arra Jézus Krisztus, hogy vedd elő a Mózes első öt könyvét, és akkor te tartsd be a törvényeket, amik oda vannak írva. Hogy úgy, tisztulja meg, olyan áldozatokat mutassák meg, ha valaki, valaki pártütő a családodból, akkor kövezd halálra. Nem erről van szó, mert ilyenek vannak a mózesi könyvekben. Hanem, hanem arról van szó, hogy tartsd meg Istennek a beszédét. Ugye, mert, mert mit mond a Galata 6.2-ben Pál? A törvény betöltése a szeretet. Tehát hogyan tudod betölteni a törvényt? A szeretet által. Ezért fontos, hogy amit Jézus mond, azt egyébként magyarázzák a levelek is. Tehát még egyszer mondom, ne vegyetek magatokra emiatt, hogy ti most betartjátok a törvényeket innen a Mózes első könyvéből, mert nem ezáltal van az üdvösség. Ha emlékeztek, a Galácia beliekhez írott levélnél a leges-legelső héten megbeszéltük, hogy nem törvény által van az üdvösség. Menjünk tovább. Jó. 23-as Azért, ha a te ajándékodat az oltára viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el. Előbb békén meg a te atyád fiával, és azután eljövén vitt fel a te ajándékodat. Tehát, drága testvérem, ami nagyon fontos, hogy, hogy az oltára vigyed az ajándékodat, tehát mi az, hogy az ajándékodat az oltára viszed? Manapság nincs fizikai oltár. Azt jelenti, hogy ha dicséred az Urat, ha adakozol, ha imádkozol, a gyülekezetbe jársz, és ha egyáltalán engedelmességben élsz az Istennek. Ez az ajándékod, ez az áldozatod. Akkor, ha megemlékezel róla, hogy egy atyád fiádnak baja volt veled, mert sérelmet követtél el ellene, akkor előbb békén meg a te atyád fiával és csak azután vitt fel az ajándékodat. Először békén meg. Tehát, tehát nem lehet úgy dicsérni az Istent, hogy közben bántod és sérted a testvéreidet. Nem kedves Istennek. Ha úgy dicséred az Isten, úgy vagy közösségbe Isten, hogy közben másoknak sérelmet okozol, akkor az áldozatod nem teljesen elfogadott. Ezért fontos, hogy a testvérekkel is szeretetben élj. Vannak sérült testvérek, akik azt mondják, hogy csak én, csak az atya és csak én, ahogy Jézus is ezt csinálta, és nekem nem kellnek a testvérek és a többi de ők meg vannak sérülve, és sokszor egyik testvér bántja másikat, és undokú viselkednek, miközben Istennek meg uh, Istenőt nagyon szépen viselkednek. És erre mondja ez az ige, hogy ez így nem kedves. Rendezd a testvéreddel a viszonyodat. Jó, itt még nagyon sok mindenről lehetne beszélni, testvéreim. Közben nézek az időre is. Az egész hegyi beszédnek a célja itt van, hogy miért beszél erről Jézus Krisztus a 48-as versben. Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Jó, még nézzük meg ezt a pár dolgot, jó? Máté 6.3. Te pedig, amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed. Ez azt jelenti, ezt Jordan úgy magyarázta, hogy ha nem tudja a bal kezem, hogy mit cselekszik a jobb kezem, az azt jelenti, hogy olyan természetes az adakozás, hogy már ne, hogy nem is emlékezek meg róla. Azaz ne tarts számon, hogy kinek, mikor, mennyi pénzt adtál, melyik szegényen, mennyit segítettél, hogy ezt ne használd manipulációra. Ugyanilyen okból Uh, ugyanilyen okból van olyan, amikor bizonyos emberektől Tamás Pásztor nem fogad el pénzt, mint vetést. Belerakhatja a kosárba az Isten természetesen. De valaki oda mondja, hogy ó, Tamás Pásztor, én hoztam neked vetést, és nyújtja a kezébe. Valakitől nem veszi át. Vagy rögtön bedobja a kosárba. Mert, uh, mert valaki manipulálni akar vele, azt mondja, hogy adtam neki ennyi pénzt, és csinálja azt, amit mondok. És ha nem csinálja, akkor utána elkezd plegykálni, hogy pászolnak, ennyit fizettem, és ilyenek, ilyenek. Uh, Ugyanezért van, aki ad, de manipulálni akar vele. Van, aki a szegénynek ad, és aztán elvár tőle valamit. Valaki adakozik, és, el, és ha sokat adakozik, és elvárja, hogy ezért, ha ő bűnben él, ne korrigálják őt. Rég nem így működik. Erre mondja, azt ne tudja te, Balkezet, ne tarts számom, mikor, mikor vetsz egyszer vetsz egy szegénynek, adakozol egyszer egy szegénynek, aztán egy-két év múlva te kerülsz nehézségbe, és akkor... Oda, hogy adjál már, mert te miért nem adsz, én adtam neked te meg miért nem adsz. Akkor ez, te, amikor adtál lamizsnát, azért mennyi jutalmad lett volna. De ha te utána ezt számon kéred rajta, hogy mivel én adtam, te cserébe adjál, akkor elveszíted a mennyi jutalmat, és helyette földi jutalmad lesz. Azaz, jó, adtál nekem 5000 forintot, most én is adok 5000-et, és akkor kvittek vagyunk. És akkor ő visszaadja azt az 5000-et, amit te adtál neki, és innentől kezdve nem, semmilyen mennyi kincsed nincs abból, amit adtál. De ha odaadod neki, és nem kéred vissza, még a nehézségben is vagy, az a vetés. Jó. Egyébként, ha megnézzétek a hatodik fejezetet, itt a, 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 a az, az adakozásról, az imáról és a bőtről beszél, ezt ez egy olyan hármas kombináció, ami olyan, mint az atombomba. Ezért szoktunk minden év januárjában három hetet imádkozni és bőtölni, mellette a végén pedig egy nagy vetést csinálni, szokásosan sokkal nagyobb adományt. Azért, mert ez így, mert, mert azzal az egész évünket megalapozjuk, hatalmas szellemi energiát szabadítunk fel, ami hosszú hónapokig kitart egész évben. Te is, hogyha nagy áttörést akarsz, menj adakozásba, imába és bőjbe bele. Persze nem tudod manipulálni Isten, tehát nem fog Isten olyat megtenni, amit nem akar. Csak ha tudod, hogy mit akar Isten, és nincs áttörés, akkor kezdj el adakozni, imádkozni és bőjteni, és meg lesz az áttörés. De nem tudsz olyat elérni, amit Isten nem akar. meg még a hatodik, ve, hatodik részből egy kicsit jó. Hatodik rész, 24-es vers. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Tehát nincs Jézus sátán Kázté. Nincs bálványimádás, hogy Isten is szereted, meg mást is. És nézd meg az utolsó mondatot, ez nagyon kemény, és nagyon konkrét nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. Azaz nem lehet Isten, a te szíved királya és a pénz is. És ez nem lenne elég konkrét, nézd meg a 25-ös verset. Azért azt mondom nektek, 25, menjünk a 25-ös versre. Azért azt mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok. Sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tehát azt mondja Jézus, hogy ne szolgáljatok két úrnak, azaz ne szolgáljatok Istennek és a pénznek, azaz ne aggodalmaskodjatok. Vagyis aki aggodalmaskodik, és csak a pénz körül forog, aki azt mondja, nem jövök gyülekezetbe, mert nekem pénzt kell keresnem, és meg, én nem fogok gyülekezetbe járni, nem fogom csinálni ezt a szolgálatot, mert a szolgálat helyett is pénzt kell keresnem, és én nem vállalom el a gyülekezeti szolgálatot, mert háromszor annyi fizetést kapok a világban, és kell pénz, hogy lakás vegyek, és kell pénz erre, arra, amarrá. Kell pénz a gyerekeimnek, hogy medencét építsek. Kell, hogy hat külön órára járassam őket. És hol marad Isten szolgálat? És erre azt mondja Jézus, hogy nem szolgálhatsz Istennek és a pénznek. Nem lehet két urad. Amikor a pénzt kergeted, még ha félelemben és aggodalmaskodásba teszed, akkor a mammonnak, a pénzistenének szolgálsz. Ezt mondja Jézus. És ez nagyon kemény így imádkozom értetek, hogy vizsgáltok meg az életeteket, én is, Uram, a többiek is, hogy ne szolgáljunk a mammonnak, és ne kergessük a pénzt a Jézus nevében. Mert azt mondja az Úr, gondoskodom. Nem többé az élet, hogy nem az eredés, nem többé a test, hogy nem az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, sem aratnak, sem csűrbe nem takarnak. És hogy ti mennyi atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok ki azoknál. Kicsoda pedig az közületek, aki van, megnövelheti termetét egy arasszal. Tehát ne aggodalmaskodjatok. Nézzétek, 33-as vers, hanem keresétek 32-es vers. Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja, ti mennyi atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Látja, mennyi atyátok, hogy szükségetek van ételre, ruhára, stb. 33-as vers. Hanem keressétek először az Isten királyságát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak nektek. Tehát első helyen legyen az Isten királysága és az ő keresése. Van, aki azt mondja, meghallott egy tanítást, hogy a pénzt elő kell szólítani. Kriszpászor is tanít erről. Elő kell szólítani az életedben a dolgokat. Elő kell szólítani, hogy jó dolgok történjenek. Mert Isten elrendelt hogy bőségben élj és ne szegénységben. És ez igaz. És akkor, ó, szólítom az életemben elő a bőséget. De közben szolgálod az Isten királyságát? Jézus azt mondta, Keresétek először Isten királyságát és az igazságát, és akkor adatok meg neked az anyagiak. Keresd először Isten királyságát és az igazságát. Ezzel áldalak meg titeket, testvéreim, mai nap. Holnap találkozunk és folytatjuk az első tíz fejezet megbeszélését, holnap ugyanekkor, de előtte Isten tisztelet Miskolcon a Nagyváti János utca 6 szám alatt a forrásházban, vagy online a Facebook oldalunkon és a YouTube csatornánkon is lehet minket követni. Legyen egy fantasztikus estétek, fantasztikus holnapi napotok. Remélem minél többetekkel találkozunk. Az Úr Jézus áldjon meg titeket. Isten igéje életre kelt, megelevenít, felépít. Tanulmányoz velünk a Bibliát, és növekedj a kegyelemben! Heti manna.